A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége a hatékonyabb működés érdekében néhány pontban módosította a párt alapszabályát. A párt 33 tagú tanácsát 21 tagúra módosították. Az elnökséget 11-ről 7-re, és az alelnökök számát 4-ről 3-ra csökkentették. Ugyanúgy az ellenőrző bizottságot is 5-ről 3-ra módosítottuk, és ezzel remélhetőleg a következő, az elkövetkező időszakban hatékonyabb struktúrát tudunk kiépíteni. A, párban, hogy... a VMDK közgyűlése több fontos célkitűzést is megfogalmazott. Sok-sok fontos célunk van, nem véletlenül fogadtuk el ezt a nyilatkozatot, amely egy kicsit a terjedelmes is, de igyekszik hát, sorolni azt, ami arra utal, hogy a délvidéki magyarság helyzete nyílt és megoldatlan. A VMDK a vajdasági magyarság képzettségi szintjének növelését tartja fontosnak. Az anyanyelvű oktatás az óvodától az egyetemig, ez a célunk. Sajnos a mai napig azt kell, hogy tapasztaljuk, hogy még az óvoda és az általános iskola is néha gond, különösen azokban a kis falvakban, ahol a magyarság létszáma nagyon kevés. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének további célkitűzései között szerepel még egy ifjúsági szervezet létrehozása, a magyar autonómia, valamint a teljes körű autonómia kihívása, illetve az ország valós decentralizációja és regionalizációja is.